Jó estét kívánok! Nagy örömmel állunk ezen a színpadon, 2 év kihagyás után. A meghitt karácsonyi, a bolondos farsangi hangversenyek idén sajnos elmaradtak. A mai koncerten azonban bemutatjuk, hogy az elmúlt időszakban komoly munka zajlott a zeneiskolában. Sokan most állnak először színpadra, elsőként a kis zenekart fogják hallani. A kis zenekart Göcsei Márk és Hekele Dániel vezeti. Céljuk, hogy kineveljék a nagy zenekarba az utánpótlást, és az iskolai rendezvényeken is szeretnénk, ha szerepelnének. Magyar és francia kánonokat hallunk tőlük, fogadják nagy tapssal őket. Thank you.
Amíg átrendezzük a színpadot egy kis technikai szünet alatt, elmondom, hogy hagyomány szerint május elején szoktuk az anyák napi koncertünket megtartani. Ennek az az oka, hogy ilyenkor a legkisebbeknek adunk lehetőséget a szereplésre. Az egy tanév alatt, majdnem egy tanév alatt már tudnak annyit, hogy kimerjenek állni a színpadra, és ezzel köszöntsék az édesanyákat. Most egy kicsit túl vagyunk már anyák napján, de a most következő két műsorszám akár egy ilyen anyák napi koncerten is beillene. És én most azt javaslom, hogy a Bodó Boglárka meg a Felvidéki Eszter jöjjenek fel együtt, hogy bátorítsák egymást. Jó? Ez az szorosan kézfogva. És egymás után eljátsszák azokat a dalokat, amikkel ők készültek erre a mai alkalomra. Mind a ketten első osztályosok, és ebben a tanévben kezdték el zenei tanulmányaikat. És ez az életük első nagy szereplése. Nagy tapsot kérünk nekik. Hát gratulálunk nekik, még egy nagy tapsot a két kis elsősnek. Ez az. Firnic Csengének is ez az első nagy szereplése, ő is furulyázik. Mélyen elaludtunk, hát remélem, hogy most mi nem fogunk, de meghallgatjuk Csengét. Csík Luca Sára következik, és azt nézem, hogy
Bevállalod fejből? Jó. Az egyiket, igen, a másikat nem. Jó, Luca idén kezdett el klarinétozni, nagyon ügyes, ő is gyermekdalokat fog nekünk játszani. Hozzáteszem, hogy egy ekkora gyereknél általában, ha belefúj a hangszerbe, a meleg levegőn kívül nem nagyon szokott más kijönni belőle, és ez egy gyönyörű hang volt. Úgyhogy Luca nagyon ügyes, nagyon ígéretes növendék. Következik Modori Boglárka, aki most zongorázni fog nekünk egy Körhinta című művet. Kovács Zsófi következik, ő fuvolista, idén kezdett el fuvolázni. Gyere, Zsófikám! Egy angol gyermekdal fog eljátszani, és igen, azt mondtam, hogy idén kezdett el játszani fuvolát. Liliana, ugye, akik most szerepelnek így egymás után, a Luca, Bogi, Zsófi, Liliana, és hát a következő nem, de ők mind harmadik osztályosok. Ez azt jelenti a Devecseri Zeneiskolában, hogy 2 évig tanulnak furujázni, mondjuk a zongorista zongorázni elkezd már első osztályos korától. És ide lehet jutni ennyi idő alatt, azzal együtt, hogy ugye tanév elején kezdték el a hangszerüket, és a Liliana egy csodaszép, pici kis szoprán, egy hajlított szoprán szaxofonnal fog nekünk eljátszani egy dalt, egy francia gyerekdalt. Thank you.
Simon Szofi második éve zongorázik, műsora ma Türk Dalocska. Ismét bemutatkozik egy gyönyörű kis hangszer, a szoprán szaxofon. Ezen a hangszeren Orsós Gertrúd Angyalka fogja eljátszani a Gólya nótát. Szeretném a színpadra szólítani. Larina ma Papp Lajos, Jancsi és Juliska című számát fogja elzongorázni. Köszönjük Jennifernek a türelmet, köszönjük Larinának a produkciót. Horváth Jennifer következik. Vannak olyan tanítványaink, akik kicsit későn kapnak észbe. Ugye Kodály Zoltán azt mondta, hogy a zenei nevelést születésünk előtt 9 hónappal el kell kezdeni. De soha nem késő. Jenny tavaly kezdte el, ő most már 6. osztályos, de nagyon ügyesen zongorázik, és most Abeljev dalocskáját halljuk tőle. Mészáros Zoltán következik. Zoli is egy kicsit késve kezdte el a zenei tanulmányokat, de egymásra találtak tanárával, Hekele Danival, úgyhogy trombitázni kezdett Zolika, és most az Ungareszka című dalt halljuk tőle.
Következik Szabó Zsombor. Zsombor, ő már régi tanítványunk, és a Bátor Vitéz című dalt halljuk. Bizony nehéz megszólaltatni ezt a hangszert, és azért mondom ezt így, mert zajlik egy a tankerületnek, illetve a régi Emmi minisztériumnak, ugye most ez fel átalakult, egy hangszerjavítási és hangszerbeszerzési programja, és ebből a mi zeneiskolánk is részesült, például Zsombor hangszerét is innen kaptuk. És akkor menjünk tovább, Zsombor után következik Kozák Dávid, ő is kis, szaxofonnal, bocsánat. Azért, mert Dávid klarinéttal kezdte ezt a tanévet, 2 évig furulyázott, és gondoltuk, hogy lesz belőle egy jó trombitás, mert a Márk bácsihoz járt, és akkor kiderült, hogy ő klarinétozni szeretne. És el is kezdett klarinétozni, aztán... Igen, tavaly kezdett klarinétozni, folytattuk ezt a tanévet, és jött egy regionális klarinétverseny, ahol Dávid bronz minősítést ért el klarinétból, ami nagyon szép eredmény ilyen első nekifutásra. Aztán úgy gondoltuk, hogy próbáljuk ki a szaxofont, és így maradtunk. Nagy örömmel, de a zenekarban még klarinéttal játszik, úgyhogy mind a két hangszer megmaradt neki. Nagy-nagy örömünkre. És Dávid most egy magyar táncot fog eljátszani a 17. századból. Egy ügyes zongorista következik, Tóth Albertnek hívják, Berci első osztályos kora óta zenél. Most Ari Bencses Anikó, ez egy új fajta, legalábbis számomra, gyűjtemény, és ebből a gyűjteményből az Aranyalmafa című dalt játsza. Thank you.
Akkor a következő műsorszámunk Orsós Jessica lesz. Jessica első osztályos kora óta zenél, furujával kezdte, és most már harmadik éve fuvolázik. Most egy nagyon szép dal részletet fog eljátszani zenei alapra, Csajkovszki Diótörő című balett zenéjéből a Cukortündér táncát. Bármikor előfordulhat a technika ördöge, mindenhol ott van, és nem esett pánikba, hanem ügyesen folytatta, úgyhogy külön gratuláció ezért Jessinek. Tóth Eszter következik. A magyar zenei oktatásban A és B tagozatra soroljuk a gyerekeket. Az A tagozat az az alapszint, a B tagozat az egy emelt szintet jelent, vagy azért veszük B-tagozatra a tanulót, mert zenei pályára szeretne menni, vagy egyszerűen látjuk, hogy tehetséges, és sok-sok versenyen szeretnénk szerepelni vele, és ez emelt óraszámot is jelent. Az Eszternél ez a második dolog érvényes, és aki B-tagozatos, annak a főhangszere mellett zongoráznia is kell. Eszter már, nem is tudom, harmadik éve zongorázik a klarinétozás mellett, úgyhogy most zongorából is bemutatkozik. Ari Bencses Anikó, Napocska, Korongocska. Thank you.
A világon talán az egyik legjobb dolog együtt zenélni. A zene is nagyon jó, de az együtt muzsikálás az még felemelőbb, még jobb dolog. És hogyha egy tanítványa a tanárával, szerintem az mindent visz. Ezt fogjuk most hallani Szabó Kristóf és Göcsei Márk előadásában egy Bach menüettet. És most újra a Tóth Albert, Berci következik, jó pár éve zongorázik, és akkor ebben a tanévben megkérdezte, hogy ugyan vajon tanulhatná-e szaxofonozni. Ez egy nagyon szép hangszer, nagyon vonzó, úgyhogy sok gyereknek megtetszik. Ez a, igen, egy kottát is hozunk, ez bizonyíték arra, hogy tud kottát olvasni, igen. És az a hangszer, ja, igen, ezt akartam kinyögni, ami Bercinél van, szintén a Kodály program keretében jutott hozzá a zeneiskola. Jó, és akkor beálltunk, én fogom kísérni, egy Beethoven német táncot hallanak. Szabó Zoét szólítom a színpadra. Zoé második éve klarinétozik. Ő is részt vett a Veszprém megyei regionális klarinétversenyen, ahol aranyminősítést ért el. Zoé most Krieger menüettet fog játszani. Thank you.
Következik Szabó, újra Szabó Kristóf, trombitán, Arlen, Over the Rainbow. Ez az Óz a csodák csodája című musicalből egy nagyon szép dal. Esztert már hallottuk zongorázni, most klarinétozni fog. Eszter is részt vett a Veszprémi regionális klarinétversenyen, ahol bronzminősítést ért el, és most egy nagyon szép románcot, egy bizonyos Karl Berman zeneszerző románcát fogja eljátszani. Zongorán kíséri Falaki Népiltman Erika.
Bizony vannak olyan időszakok a gyerekek és a szülők életében is, amikor hullámvölgybe kerülünk. Többször is kapok olyan visszajelzést tanév közben, hogy ez olyan sok nekem, én ezt abba akarnám hagyni. És most pont egy olyan példa jön a befejező műsorszámként, ami ékes példája annak, hogy gyerekkorában elkezdte, aztán az anyukája nem engedett a kényszernek, és abba hagyta, és most felnőtt fejjel kérdezte, hogy beiratkozhat-e a zeneiskolába. Beiratkozott, most a legszorgalmasabb növendékünk, és azt hiszem, hogy munka mellett időt szakítani a gyakorlásra és a zenélésre, ez tényleg példaértékű. És ez igazán örömet jelent az ő számára is, és a család számára is, és remélem, hogy majd a kedves közönség is szépen hátradőlhet, és meghallgathat Ihász Kristóftól egy gyönyörű Chopin ámol keringőt. A koncert végén, mivel itt nagyon sok szülő van, szeretnék egy-két fontos információt közzétenni. Az egyik, hogy a zeneiskola a bizonyítványokat az általános iskola évzáróján fogja kiosztani, június 15-én szerdán. Aki nem Devecserbe jár általános iskolába, azokkal külön fogunk egyeztetni. A jövő héten, hétfőn, kedden és szerdán biztos, hogy nem lesz tanítás, mert vizsgáznak a gyerekek hangszerből. Ezek a vizsgák zárt körűek, tanárok és gyerekek lesznek csak bent, szülő nem jöhet be. Bármilyen kérdés az év zárással kapcsolatban felmerül, akkor itt utána nagyon szívesen állunk rendelkezésre.
És akkor a koncert végén nagyon szépen megköszönöm mindenkinek a munkáját, aki részt vett abban, hogy ez a koncert létrejöhessen. Először is kollégáim felkészítő munkáját, Falakiné Piltman Erika zongoratanár, egy nagy tapsot. Göcsei Márk trombita tanár. Hekele Dániel trombita tanár. És Huszár Katicának, őneki már el kellett menni, zongorából készíti fel a gyerekeket zongoratanár. Köszönjük szépen a Devecseri Kastély Könyvtár és Művelődési Központnak és munkatársainak, Császár Balázsnak, Kurdi Róbertnek, hogy biztosították a helyet és a technikai hátteret a koncert lebonyolításához. Köszönjük szépen Kovács Zsoltnak, a Devecseri Városi TV főszerkesztőjének a felvételt, így a mai koncertet nem csak azok élvezhetik, akik itt jelen voltak, hanem a kábel tévén keresztül is megtekinthető lesz. Köszönjük! Végül köszönjük kedves vendégeinknek, hogy meghallgattak minket, tapssal bíztatták a zeneiskola növendékeit. Ebben a tanévben már nem tervezünk koncertet, de reméljük, hogy jövőre visszatérhetünk a hagyományos rendezvényeinkhez. Köszönjük a figyelmet, további szép estét kívánunk mindenkinek, viszontlátásra!